kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, ugye egyházunk kijelölte a mai vasárnapra, virág vasárnapra. Az, az ige hirdetésnek az alapigéjeként megvan írva Zofóniás profétának a könyvében, a harmadik fejezet 14. versétől kezdve, Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja a proféta. Újjong Sion lánya, kiálts örömödben Izrael. Örvendez vigagy teljes szívből Jeruzsálem lánya. Eltörri az Úr az ítéletedet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr Izler királya, nem kell többé veszedelemtől tartanod. Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet, ne félj Sion, ne csüggedj el, veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Amen. Eddig is ennek így igéje, foglaljunk helyet. Én úgy nőttem fel, hogy mindig, mindig is körülvett a zene. Ennek az volt az oka, mert hogy édesapám zenész volt, és hát én egész pici koromtól kezdve úgy nőttem föl, hogy állandóan lemezekkel voltam körülvéve, hangszerekkel voltam körülvéve, hangfalakkal voltam körülvéve, és állandóan a felnőttektől olyan beszélgetéseket hallottam, hogy ilyen album, olyan zene, ilyen hangolás, olyan koncert, stb., mert hogy hát ez a baráti társaságban, meg a szakmai körökben is, ez került elő mindig. De hát nem csak maga a zene, a zene tanulása, vagy a zene művelése volt fontos, hanem a zene hallgatása is és nem csak a zenének a felvételről való hallgatása, ugye először még lemezről, meg kazettáról, aztán CD-ről, majd később, ugye telefonról, meg egyéb eszközökről, hanem az élő zenének is a hallgatása, a koncertre járása szerves részét képezte a, hát az egész életünknek. Az első koncert élményem az, nem emlékszem pontosan, hogy most 89-ből vagy 90-ből van, ugye 5 éves korom körül, tehát megbocsátatlan, nem emlékszem tisztán az időpontra, de hogy egy Halász Judit koncert volt az első, amin, amin voltam, pedig a szónoki Szigligeti Színházba, ahol talán ennyi idő távlatából már elárulhatom, hogy potyázva jutottam be, mert hogy édesapám a színházba dolgozott, és, és ezért be tudott oda juttatni. De hát onnantól kezdve is nem csak gyerekkoromban, hanem később is a koncertre járás az nagyon fontos részét képezte az életemnek, hát amíg még ugye lehetett koncertre járni, mert azért az utóbbi időben ez se túl jellemző. És hát a legnagyobb koncertélményem, ami volt, az 2007-ben volt, már egyetemista koromban. 2007-ben volt, amikor Budapesten ott lehettem egy Rolling Stones koncerten. És őket én nagyon szeretem, kedvenceim, és és hatalmas lehetőség volt, hogy az utolsó turnén ott lehettem a koncerten, és láthattam őket élőben. És hát aki nem jár koncert, és itt most elsősorban könnyű zenei koncertről beszélek, annak nehéz elmagyarázni azt, hogy mit jelent az, amikor az ember nagyon sok más emberrel együtt, mondjuk azt, hogy tízezrekkel együtt, közösen ugyanazt énekli, ugyanúgy lélegzik, mozog, vagy éppen ugrál, arra az adott számra, amit szeret, ez egy olyan eufórikus élmény, amit nagyon nehéz szavakba önteni. Főleg olyanok számára, akik nem éltek meg hasonlót. És hát nyilván ez, ez az élmény, amit az ember egy ilyen hatalmas nagy koncerten megél, az nem csak magának a koncertnek szól, hanem szól annak mindazoknak a dolgoknak, amik a fejünkben meg a szívünkben vannak, azok iránt, akik ott vannak a színpadon. Mert nem csak azt érezzük, nem csak azt halljuk, nem csak azt látjuk, ami ott van, hanem hozzá is képzelünk dolgokat. Rajongóként az ember nagyon sok mindent képzel a rajongásának az alanyáról, ami nem feltétlenül van úgy. És ezt hát én nagyon erősen tapasztaltam meg, amikor ennek az ominózus 2007-es koncertnek a videóját visszanéztem évekkel később, és azt kellett tapasztalnom, hogy egy tiszta hang nem volt a koncerten. És hát ennek, nekem ennek fel kellett volna tűnnie nekem akkor, már zenészként, gyakorló zenészként, de egyszerűen az a hangulat, és az a rajongás, ami bennem volt, az simán elnyomta a hallásomat, <laughs> és, és, hát én, én azt éreztem, hogy ott minden olyan profi, ami ennek lennie kell. Ma virágvasárnap van. A nagy hetet indítjuk el, és a mai igénk, ugye a, a a mai, amire a mai igénk utal, az a, a Jeruzsálembe való bevonulásnak a története, nagyon jól ismert történet és az oltár előtti igében el is hangzott, hogy Jézus szamárháton bevonul Jeruzsálembe, és ezt olvassuk ennek kapcsán, ugye a, Virágvasárnapi történetben, ugye ebbe az évben mondom az oltár előtti igében, Máté tollából olvastuk, hogy a sokasság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, az útra szórták, az előtte haladó és az őt követő sokasság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid fiának, áldotta ki jön az úr nevében, Hozsánna a Magasságban. Azt lehet mondani, hogy helye húja vigalom, Tombolás van, hogyha egy kis zenét is raktunk volna hozzá, akkor semmiben sem különbözött volna ez a mostani virág vasárnapi jelenet egy koncertől. Az emberek tomboltak, ürültek, és ott volt középen Jézus, mindenki Jézusra figyelt, mindenki tekintetét, az összes érzékszervét odafüggesztette, hogy ilyen képzavarral éljek, Jézusra, aki ott van a tömegnek a közepén, rajonganak érte. Biztos vagyok benne, hogy hatalmas élmény lehetett azoknak, akik akkor ott voltak. Csak hogy. Pontosan ugyanúgy, ahogy a mai zenészek, vagy lehetnek színészek, vagy bárki más, most teljesen mindegy híres emberek, és az ő rajongói között is valami nagyon hasonló viszony van, mint amit a virág vasárnapi tömeg élt meg Jézussal kapcsolatban. Azaz, hogy nem tulajdonképpen az ott lévő tömeg, és ezt nagyon jól látjuk az elkövetkezendő napoknak, különösen is nagypénteknek és a keresztnek az eseményéből, ahol bizony nagy átfedés volt a virágvasárnapi tömeg és a nagypénteki tömeg között. Pontosan látjuk azt, hogy az ott lévő tömeg, és akinek nem inge, az nyilván ne vegye magára egy 2000 év távlatából, az nem Jézust ünnepelte ott, hanem azokat a vágyakat, azokat a váradalmakat és azokat az elképzeléseket, amiket rávetítettek rajongásuknak az alanyára, ott a tömeg közepén, szamárháton ülő Jézus Krisztusra. Az akkori nép várta a messiást, mégpedig úgy várta a messiást, hogy várta, mint földi uralkodót, egy politikai aktivistát, vagy éppen egy hadvezért, aki majd Izrael államnak, vagy hát Izraelnek, mint államnak, majd visszaállítja a régi fényét, elzavarja az elnyomókat, szabadságharcot hirdet, és, és majd minden szép lesz és jó lesz. De ma már tudjuk, amit ők ott akkor többségében nem tudtak, hogy Jézus valahogy egészen másképp hozza el az Isten országát. És a mai génk az pontosan arról szól, hogy mi ez a másképp, ahogyan ő elhozza, az Isten országát. Általában a virág vasárnap Zakariás profétának az írása szokott előkerülni, ugyanis Zakariás proféta könyvének 9. fejezetéből, ugyanis ő már Jézus előtt több száz évvel megprofétált azt, hogy Jézus hogyan fog bevonulni Jeruzsálembe a szamarat, meg hogy örülnek neki, meg ilyesmit. Ezt mind leírta a Zakariás proféta is, hát hagyományosan őt szoktuk elővenni ilyenkor virág vasárnap, hogy lám-lám az Isten szent lelke már kinyilatkoztatta hamarabb, hogy mi fog történni. Most viszont Zofóniás profétának a könyvéből olvassuk, aki szintén megprofétálta, még korábban is élt ő, mint Zakariás proféta, több mint 600 évvel ért Krisztus előtt, ez is mekkora csoda, ha belegondolunk, hogy ez a történet, ez meg volt profétálva, le volt írva már 600 évvel Krisztus előtt, azaz, hogy mielőtt megtörtént. De Zofóniás proféta ellentétben Zakariással nem arra fekteti a hangsúlyt, hogy hogyan vonul be Jézus Jeruzsálembe? Milyen módon? Mik, mik lesznek ennek a külső jelei? Mi lesz a látvány, ami majd az ottani tömeg szeme elé tárul? Hanem elsősorban azt írja le, hogy Jézus milyen. Amikor bejön, kicsoda is ő tulajdonképpen is, mit fog csinálni. Mert ez a nagyon fontos, hogy amikor Jézus megérkezik, akkor ő mit csinál? Mit tesz? és milyen ő tulajdonképpen. Újjong Sion lánya, írja a Zofoniás profita, kiálts örömödben Izrael, örvendez vigagy teljes szívedből Jeruzsálem lánya, eltörli az Úr az ítéletedet, eltávolítja ellenségedet. Na most ez a Sion lánya, meg ez a Jeruzsálem lánya, hogy mi ez a lányos dolog, ez ugye Zakariás profitán is így van, nyilván ez nem csak a hölgyeknek szól, hanem az uraknak is szól, csak tudni kell, hogy a Héberben úgy, mint a Németben van a szavaknak neme, ezért a népnek is, meg a városoknak is van neme, így ezért van Jeruzsálem és a Sion, ugye a Jeruzsálem szent hegye, ahol ugye a templom állt. Amikor azt mondja, hogy Sion lánya, vagy Jeruzsálem lánya, akkor az ottani népre kell gondolni mindenkire, urakra és hölgyekre is egyaránt. De hát akkor igazi az ige, hogyha, magunkra is tudjuk vonatkoztatni, vagy hát akkor élünk jól az igével, így hát amikor ők most Sion lányát és Jeruzsálem lányát ír a proféta, akkor azt nyugodtan vonatkoztassuk ne csak az akkori tömegre, hanem saját magunkra is, mert Jézusnak a bevonulása akkor lesz igazi, ha nem csak egy történelmi esemény lesz, ahol egy Betfagé nevezetű helyből átszamaragol és átmegy egy Jeruzsálem nevezetű települése, hanem hogyha hozzánk is megérkezik. Mi hozzánk is megérkezik, a mi életünkbe is bevonul. És ugye Jeruzsálem lánya Sion lánya, tehát kinek szól tulajdonképpen ez a bevonulás? Elsősorban nem azoknak szól, akik a helye húja miatt és a koncertélmény miatt voltak ott Jeruzsálemben, és oda képzelték Jézusra az összes vágyukat, meg váradalmaikat mindenfajta dolgokkal kapcsolatban, hanem elsősorban kinek szól, az ő népének szól. Nekünk szól most ez, elsősorban. Mit hoz Jézus? Mit hoz Jézus a mi életünkbe? Ahogyan bevonul? Eltörli az Úr ítéletedet, eltávolítja ellenségedet. Kettő dolgot ír le, zofóniás proféta, hogy mit hoz a messiás. Egy, eltörli az ítéletet. Eltörli az Úr az ítéletedet Jézus Krisztuson keresztül. Jézus Krisztus azért jött és azért érkezik meg hozzánk, az az elsődleges célja, hogy eltörölje a fölöttünk való ítéletet. Hogy eltörölje a bűneinket, hogy lehetővé tegye azt, hogy mi az Istenhez eljussunk, az örök életbe eljussunk, amit enélkül nem lehetne megtenni. Ő ezért jön. És azt írja, még, eltávolítja ellenségedet. Na, itt nem azokra az ellenségekre kell gondolni, akiket mi emberként, vagy hát másik emberekre úgy tekintünk, mintha az ellenségünk lenne. Nem erre kell. Ellenségedet egyes számban. Ez pedig nem más, mint az ördög, aki el akarna tántorítani bennünket az Istennek az útjától. Tehát miért jöjj Jézus? Hogy kigyomlálja a gonoszt belőlünk. Ugye bűnöket eltörője, az ítéletet is Eltörölje a külső rossz dolgokat is, amik rajtunk kívül vannak, hogy szabad utunk lehessen az Istenhez. Hogy csatlakozhassunk a bevonuló Krisztushoz. Hogy együtt mehessünk vele. Hogy belekapaszkodhassunk a szamárba, ha úgy tetszik. És vigyen el bennünket az Isten örök országába. Mindannyiunkat. És még egy kis örömteli biztatás ide a végére, ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiben most az egész világ is benne kis hazánk is van így a pandémia kapcsán. Azt mondja, így fejezi be a proféta, hogy veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít, ez is milyen jó, de most nem ezt akarom előhozni, hanem repesve örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Az Isten örül nekünk, nem csupán mi örülhetünk neki, és remélem nem azért le az eddigi prédikációból, hogy az Isten előtt nem lehet újjongni, vagy nem ér az Istennek örülni, és kitörő örömmel akár kiabálni, vagy újjongani az Isten szín előtt. Ó, dehogy is nem. De hogy ez nem marad viszonzatlanul. Ez nem marad, ez nem lesz, nem marad plátói, ha úgy tetszik, hanem az Isten örül nekünk. Nem csak mi örülünk adott esetben, hogy az Istennek a jelenlétében, gyógyító szeretetében tudunk lenni, hanem ő is örül nekünk, hogy itt vagyunk, mindannyiunknak, akár fizikailag, akár virtuálisan. Amikor az Isten jelenlétébe belépünk, akkor örül nekünk, hogy de jó, hogy itt vagytok. De jó, hogy velem vagytok. Repesve örül neked, megújít szeretetével, újunkva örül neked. Örüljünk együtt az Istennel. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy örülhetünk neked, hogy újra és újra életünk folyamán megtapasztalhatjuk a szeretetedet. És vannak olyan kiemelkedő pontok az életünkben, amelyekből mindig táplálkozni tudunk, amelyek tovább tudnak lendíteni bennünket. Adj nekünk ilyen örömöket, és köszönjük azt is, hogy te is örülsz nekünk, amikor így rá tudunk találni. Amen.